Növendékek közös produkciójával kezdődött a Sátoraljaújhelyi Lavotta János Művészeti Iskola évzáró gálaműsora a Latabár Árpád Színházban. A már hagyományosnak mondható kezdeményezés célja, hogy az intézmény legtehetségesebb diákjai egy gálaműsoron bemutatkozhassanak a közönségnek. 11 éve vagyok a Lavotta iskola egyik diákja, és 10-es vagyok most továbbképzőben. Az éven elég sok versenyen vettem részt, többek között a himnusz versenyen, az országos kamara versenyen, illetve több zongora versenyen. Bár a normatívákért folytatott verseny nagy, a Lavotta Művészeti Iskolában évek óta nem csökkent a növendékek száma. A gyerekek, főleg kisiskoláskorban, szívesen tanulnak zenét, és a szülők is vállalják az ezzel járó kiadásokat. Sok erőt fordítunk és energiát ahhoz, hogy ezt a létszámot őrizzük, hiszen végül is örvendetes az a verseny és kínálat, ami Sátoraljaújhelyen a művészet oktatásban van, és meg kell harcolni a hangszeres oktatásért is. A gálán a pedagógusok és a növendékek felköszöntötték Dombóvári Jánost is, aki idén 25 éve lett a művészeti iskola igazgatója. Sátoraljaújhelyen így ő vezet a leghosszabb ideje egy intézményt. A kollégák, művésztársak Lavotta János egyik művével szólították színpadra a művészeti vezetőt, akinek munkássága szorosan köthető Lavotta Jánoshoz. És ha felettünk való is úgy akarja, akkor mindezek, tehát együtt az összes Lavotta dolgó, a zenemű kiadó gondozásában majd kiadásra is kerülhet hamarosan. A gálán nem csak a hangszeres zene kapott teret. A műsorban jelentős szerep jutott a tánctagozatos növendékeknek és a koreográfiákat kidolgozó pedagógusoknak is.